A Mikulás minden kisgyermeknek hozott ajándékot, aki pedig énekelt vagy verset mondott, még szaloncukrot is kapott. A felvételek a Paksi Nagycsaládosok Egyesületének Mikulás várásán készültek még évekkel ezelőtt. Nem csak az Egyesület élvezi Paksváros önkormányzatának támogatását, a rendszert összefoglaló lista hosszúra nyúlik. Ezzel vett részt a város a Nagycsaládosok Országos Egyesületének pályázatán, 41 önkormányzat nyert családbarát díjat, köztük a Paksi is. Alapvető célja nem csak a kormánynak, egyébként én azt gondolom az önkormányzatoknak is, ezen belül Paks város önkormányzatának is, hogy a hagyományos családi értékek mentén minél szélesebb körben tudjuk támogatni a családokat, a nagy családokat, hogy minél több gyermek születhessen, és igyekszünk biztosítani az önkormányzat a családoknak a biztonságos élhetését, a rászoruló családok támogatását, és hogy minél nagyobb komfortérzettel rendelkezzenek itt Pakson. A polgármester kiemelte a pályakezdő fiatalok letelepedésének támogatását, az étkeztetési támogatást, az ösztöndíjprogramokat, a humánpolitikai bizottság pályázatait, valamint azt, hogy megközelítőleg 178 bérlakást tartanak fent és adnak ki a városban dolgozóknak, rászorulóknak, előtakarékoskodóknak. További támogatás az is, hogy a hármas ikrek születése után 1 millió forintot ad az önkormányzat a családnak. A körbe tartozik még a számos sportolási lehetőség és családos jegy biztosítás, a települési támogatás és a kedvezményes diákbérlet is. Tűzifa támogatáson keresztül a különféle gyógyszertámogatásokon át ápolási díjat is igyekszünk biztosítani a rászorulóknak, de hogy a gyermekekre is kitérjek, étkeztetési támogatásban részesíti az önkormányzat a családokat, a rászoruló családokat elsősorban természetesen, a nyári étkeztetést is megoldja az önkormányzat ezen családok esetében. Szabó Péter hozzátette, az önkormányzat intézkedései igyekeznek stabil családbarát környezetet teremteni, mind dolgozói, mind a városlakók számára, illetve a rászoruló családoknak olyan környezetet teremteni, amelyben számíthatnak az őket körülvevők segítségére és támogatására.